A polgárőrök áldozatos munkájukért okleveleket vehettek át. Az elismerésekkel a nyíregyházi rendőrkapitány, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitány és Nyíregyháza polgármestere méltatta az önkéntesek munkáját. A Nyíregyházi megyei jogú város polgárőr szervezeteinek jeles képviselőit, akik leginkább kitűntek a turisztikai idényben szervezett közös szolgálatok kapcsán. Ezeket a szolgálatokat azért szerveztük, hogy a frekventált időszakban, frekventált helyeken a játszóterek, közterületek biztonságát továbbra is fenntartsuk. Megelőzve ezzel a garázdaságokat, rongálásokat, a lakosságot bosszantó legnagyobb helyeken, leginkább a zajongásokat. Az ünnepségen Nyíregyháza polgármestere kérdésünkre elmondta, a polgárőrök és a rendvédelmi szervek munkáját különböző pályázatok és megállapodások is segítik. Az elmúlt években már 25 millió forintos civil alapkeretén belül külön pályázatokkal, de emellett is rendszeres anyagi juttatással, illetve Nyíregyháza van egy olyan együttműködési megállapodás köztünk a rendőrség, közterületfelügyelet, városgondnoki szolgálat, katasztrófavédelem, polgárőrség, amely biztosítja a keretet, az együttműködés, hiszen sokszor nem csak anyagi támogatásról van szó. A megyeszékhely vezetése az elmúlt években jelentős technikai fejlesztéseket hajtott végre a bűnmegelőzés érdekében. Kamerarendszer épült ki több városrészben, amit a Digitális Város projekt keretében továbbfejlesztenek majd.